és ezek között voltak olyan csoportok, hál' Istennek ezeknek már kellemetlenné vált a hely, és ezek elmentek, akik többek között bűnözői mintegy 5 hónapja látja el egy személy- és vagyonvédelmi cég a Mura utcai önkormányzati bérlakások 24 órás őrzésvédelmi feladatait. A cég jelentése alapján többször kellett rendőrt hívniuk, de áramlopást is tapasztaltak. Most úgy döntött a közgyűlés, hogy térfigyelő kamerarendszer kerül a területre, és egy intézkedési tervet dolgoznak ki, hogy rend legyen és meg tudják óvni az önkormányzat tulajdonát. 2,3 milliárd forintnyi fejlesztési kötvény kibocsátásáról is döntöttek a képviselők, ez már a februárban elfogadott költségvetési rendeletben is szerepelt. A város fejlesztési célra használja fel az összeget. Fejlesztési hitelről és kötvény kibocsátásról van szó, de azért hozzá kell azt tenni, hogy annak érdekében, hogy a város eladósodása a jövőben ne csak megálljon, hanem meg is forduljon, és ebből az adósságspirálból a várost ki tudjuk rángatni, ahhoz egészen biztos, hogy mind a bevételi oldal tekintetében, mind a kiadási oldal tekintetében a következő évben sok lépést kell megtennünk. Arra várunk, hogy az új önkormányzati törvény meghatározza azt a finanszírozási költségvetési keretfeltételrendszert, amiben a városunk gazdálkodik. Így vásárolta meg az önkormányzat hitelfelvétel elkerülésével. Június óta a város 100%-os tulajdonában van a hulladékgazdálkodást végző Depónia Kft. A mostani közgyűlésen mutatták be a cég új vezetőjét. Steigerwald Tibor mérnök közgazdász 17 éves városüzemeltetési tapasztalattal rendelkezik. A Székomnál kezdte pályafutását, de a fővárosi közterület fenntartó szolgáltatói vezérigazgató helyettese is volt. A Depónia vezetőjeként a hatékony és szakmai alapokon történő működést tartja a legfontosabbnak. Olyan fejlesztéseket kell végrehajtani az elkövetkezendő évben, ami ezeket a célokat szolgálják ki. Fontos, hogy a lakosság számára, miután főként közszolgáltatást végzünk, a lakosság számára egy elérhető, megfizethető, de ugyanakkor színvonalas hulladékgazdálkodási szolgáltatást végezzünk. Székesfehérvár szeptember végi közgyűlése arról is döntött, hogy két oktatási intézményben kísérleti jelleggel elindítja azt a közétkeztetési mintaprogramot, amelynek célja a fehérvári gyerekek minőségi és egészséges étkeztetése. Két csoportszobával, azaz 28 férőhelyel bővül a Kisteleki úti bölcsöde, a neve pedig Napraforgó bölcsöde lett, erről is határoztak a képviselők. Továbbá elfogadták azt az előterjesztést, melynek értelmében október 1-én kerül sor a 4. fehérvári civil napra.